A Magyar Nemzeti Tanács és a Magyarországi Szerb Országos Önkormányzat már több éve együttműködik. Az eddigi kooperáció szorosabb átételét célozza meg a két kisebbségi intézmény között létrejött megállapodás. Hajnal Jenő, az MNT elnök elmondta, fontos, hogy a kisebbségi szervezetek tanácsokkal lássák el egymást. Magyarországi szerbek az Európai Unió tagjai, mi pedig egy olyan országnak vagyunk az állampolgárai, amely az Európai Unióhoz szeretne csatlakozni. Tehát itt is sok olyan közös gondot lehetne megoldani, annál is inkább, mert maga az Európai Unió a kisebbségi kérdéssel nem igazán túl sok mindent tud kezdeni, és hát ezeket a kérdéseket is nyilvánvalóan, hogy egészen más szempontból tudjuk megvilágítani. A megállapodás célja a Magyarországon működő szerb és Szerbiában tevékenykedő magyar kisebbségi intézményi kapcsolatok erősítésének ösztönzése. A Magyar-Szerb Kulturális és Dokumentációs Központ, valamint a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet is együttműködési megállapodást írt alá. Szutor Lászlóné, a Magyarországi Szerb Országos Önkormányzat elnöke konkrét eredményeket vár a megállapodásoktól. Azt szeretnénk, tehát nem, hogy nem csak eljövünk és beszélgetünk, az is nagyon hasznos, de azt szeretnénk, hogyha az intézményeink, a mi intézményünk, a Szerb Országos Önkormányzatnak van 5 intézménye, és vannak még plusz iskoláink is, oktatási intézményeink is, azt szeretnénk, hogyha ők direkt egy kapcsolatot tudnának teremteni, akár most mondok valamit, hogy könyvkiadás, vagy bármi téren, ahol megtalálják kulturális téren, vagy hogyha csak csoportok, kultúrcsoportok cseréje történet, tehát minden hasznos számunkra, ami az anyaországból jönne. A magyarországi szerb közösség helyzetét Jubomir Alekszov kedvezőnek ítélte. A Magyarországgyűlés szerb nemzetiségi szószólója hozzátette, a kialakult helyzet nagyban köszönhető a magyar kormány anyagi támogatásának. Rendes működési támogatás mellett pedig a szerb közösség különböző projektjeit is támogatja a magyar állam, kiemelten a budai szerb ortodox egyházmegyének az ingatlan, és elsősorban ugye értelemszerűen az egyházi ingatlanok, templomok, az egyházi múzeum rendbetételét, felújítását. Tavaly decemberben erre több mint 1,5 milliárd forintot ítélt meg a kormány a különböző projektekre. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke hangsúlyozta, Szerbia és Magyarország között emberemlékezet óta nem volt ilyen jó viszony. A legnagyobb haszonélvezői a kisebbségi közösségek, amelyek magyarként itt Szerbiában élnek, illetve szerbként Magyarországon. Ugyanakkor azt is el kell mondjam, hogy ennek a viszonyrendszernek az alakításában a kisebbségi közösségeknek, a magyarnak itt Szerbiában az elmúlt években egy nagyon fontos szerepe volt. A tanácskozás a két intézmény együttműködési szerződésének aláírásával zárult. Ebben az együttműködő partnerek kijelentik, hogy évente együttesülést tartanak, illetve további javaslatokat tesznek kapcsolatuk fejlesztésére.